Christie. Poirot munkában. A nyugat csillagának kalandja. Ott áldogáltam Poirot szobájának ablakában, és unatkozva bámultam az utcára. Felettébb különös, fakadtam ki végül meglepetten. Mi olyan különös, mon ami? Érdeklődött Poirot egykedvűen kényelmes karosszéke mélyéről. Következtessen, Poirot, a következő tények alapján. Látok egy elegánsan öltözött ifjú hölgyet. Divatos kalappal, csodálatos bundában. Lassan sétál, s közben alaposan megnézi a házakat. Anélkül, hogy tudna róla, három férfi és egy középkorú nő követi. E pillanatban csatlakozott hozzájuk még egy férfi, aki szélesen gesztikulálva a lány felé mutogat. Vajon miről szólhat ez a dráma? Netán valami bűnöző ez a lány, és az őt követő detektívek éppen a letartóztatására készülődnek. Vagy éppen ők a gazemberek, és egy ártatlan áldozat megtámadását tervezik. Mi erről a mesterdetektív véleménye? A mesterdetektív, mon ami, a legkézenfekvő megoldást választja. Oda megy az ablakhoz, és maga is szemügyre veszi a dolgokat. Az a barátom csatlakozott hozzám az ablaknál. Egy pillanattal később derűsen felkacagott. Meg kell mondjam, hogy mint általában a nézőpontját ezúttal is a krónikus romanticizmus befolyásolta. Ez a hölgy ugyanis Mary Marvel, a filmcsillag. Néhány rajongója szegődött a nyomába, akik természetesen felismerték. És kedves Hastingsem, a kisasszony nagyon is tisztában van a ténnyel. Jót derültem a dolgon. Minden meg van magyarázva, bár ezért nem kap jó pontot, Poirot. Elvégre csupán a felismerésem múlt az egész. És hányszor látta a Mary Marvel-t a filmvásznon, mon cher? Elgondolkodtam a dolgon. Legalább egy tucatszor. Én pedig mindössze egyszer. Mégis én ismertem fel, nem maga. Így olyan másnak látszik, válaszoltam kissé elbizonytalanodva. Ah, sacré! Kiáltott fel Poirot. Netán azt várná tőle, hogy káboly kalappal, mezít lapparádézon London utcáin göndörfürtökkel, mint valami ír farmer lány. Maga mindig a lényegtelen részletekre figyel. Emlékezzen csak Valérie Sinclair táncosnő esetére. Enyhe méltatlankodással mondtam vállat. De ne vegye szívére, mon ami, békítgetett a barátom. Jól tudom, hogy nem lehet mindenki Hercule Poirot. Széles ismeretségi körömből magának van a legjobb véleménye önmagáról. Fakadtam ki félig csodálkozva, félig dühösen. Miért? Mit vár tulajdonképpen? Ha valaki páratlan, azzal saját magának is tisztában kell lennie. Arról nem is beszélve, hogy mások is osztják ezt a véleményét. Ha nem tévedek, maga Miss Marvel is. Micsoda? Kétségtelenül, hiszen éppen ide igyekszik. Erre pedig miből jött rá? Végtelenül egyszerű, mon ami. Ez az utca nem túl arisztokratikus. Itt nem lakik neves orvos vagy divatos fogorvos. Divatos kalapos még kevésbé. Lakik itt viszont egy divatos detektív. Új, barátom, ez az igazság. Híres és divatos lettem. Azt mondja az egyik ember a másiknak. Elvesztette az aranytöltő tollát. El kellene mennie ahhoz a kis belgához, olyan csodálatos ember. Mindenki hozzáfordul. És jönnek. Egész falkákban, mon ami, a legnevetségesebb problémákkal. Odalent megszólalt a csengő. Na, mit mondtam? Miss Marvel megérkezett. Mint mindig, Poirotnak most is igaza volt. Néhány pillanattal később bevezették az amerikai filmsztárt, mi pedig udvariasan felálltunk az üdvözlésére.
Mary Marvel kétségkívül az egyik legfoglalkoztatottabb filmszínésznő volt. Csak nemrégiben érkezett Angliába a férje Gregory B. Rolfe társaságában, aki ugyancsak filmszínész. Alig egy esztendeje házasodtak össze az államokban, és most első ízben látogattak Angliába. A fogadtatás óriási volt. Mary Marvel szinte megörítette az embereket csodás ruháival, szörméivel, ékszereivel, de legfőképpen a páratlan óriási gyémántjával, melyet tulajdonosához illően a nyugat csillagának neveztek. Rengeteg igazságot és még több valótlanságot firkáltak már össze erről a híres égkőről, melyet a híresztelések szerint óriási summára 50 000 fontra biztosítottak. Ezek a gondolatok sorjáztak végig az agyamban egymást kergetve, miközben csatlakoztam Poirothoz, hogy köszöntsük a neves vendéget. Miss Marvel apró termetű és karcsú volt. Nagyon szép, lányos alakú, egy gyermek ártatlan, tágra nyílt szemével. Poirot felkínált neki egy kényelmes széket, Miss Marvel pedig azonnal beszélni kezdett. Bizonyára bolondosnak tartanak, Monsieur Poirot, de Lord Cronshaw a múlt este elújságolta, milyen csodálatosan tisztázta az unokaöccse titokzatos halálát, és úgy éreztem, hogy nekem is szükségem van a tanácsára. Eleve kijelentem, hogy csak is bolondos mendemondáról van szó. Gregory is azt mondja, de engem mégis halálra idegesít. Elhallgatott, hogy vegyem egy mély lélegzetet, miközben Poirot biztatóan mosolygott rá. Folytassa csak, madam. Ugye megérti, hogy az a legjobb, ha a lehető legtisztábban látok. Itt vannak ezek a levelek. Miss Marvel kinyitotta a kézitáskáját, kivett belőle 3 borítékot, és átadta Poirotnak. A detektív alaposan szemügyre vette őket. Olcsó papír. Gondosan nyomtatott név és címzés. Nézzük csak, mi van benne. Kihúzott a borítékból egy papírlapot. Odaléptem a barátom mögé, és a válla fölött áthajolva elolvastam. Az üzenet egyetlen mondatból állt. Ugyanolyan gondosan nyomtatva akár a boríték címzése, így szólt. Az óriási gyémántnak, mely Isten bal szeme, vissza kell kerülnie oda, ahonnan származik. A második levél lényegében ugyanezt tartalmazta, de sokkal nyíltabban. Nem engedelmeskedett a figyelmeztetésünknek. A gyémántot tehát elvesszük magától. Hold töltekor a 2 gyémánt Isten jobb és bal szeme visszatér, így van megírva.